Ott vagyunk az EB-n, 2024, Németország, jövünk! Emlékszel, milyen volt kijutni 2016-ban? Mert hogy a mai adásban a Még 50 perc című dokumentumfilmmel fogunk foglalkozni, ami a magyar válogatott, hát VB-selejtezőit és EB-selejtező mérkőzéseit, és egyébként itt a playoff rájátszást foglalja magával, három különböző ér, a három különböző edző, ugye Egervári Sándor, Dárdai Pál és Storknak az időszakát, egy ilyen 2012-től 2015-ig tartó folyamatot dolgoz fel, és ugye emlékszem arra, amikor megjelent ez a dokumentumfilm, és akkor még azért ilyen, hogy ennyire be tudsz jutni az öltözőbe, vagy öltözőkbe, akkor azért még nem nagyon voltak az Amazonon futósorozatok, ugye Artétával, Guardiolával, José Mourinhoval, hanem ez egy ilyen újdonságszerűen hatott, ez az egész sztori, ami szerintem egy alapvetően egy ilyen meghatározó pillanat volt, mikor ez a film megjelent, a magyar futball számára is. Abszolút. Hát ugye műfajilag nézve ez egy ilyen insider, légy a falon dokumentumfilm. Mert hogy aki a magyar válogatottal addig találkozott, az mondjuk a tévén vagy az újságban találkozott vele, de itt ezzel a filmmel, a Még 50 perc, ugye az események szívében találod magad, és mégis valahol más, mint egy sima dokumentumfilm, mert nincsen benne az, hogy beszélnek hozzá emberek, hanem nincsen hozzá semmi zenei elem, nincsen narráció, nincsen interjú, nincsen vélemény, nincs propaganda arról, hogy most éppen ez miért jöhetett össze, hanem úgy mondja el, ahogy van. És szerintem ez az egyik ilyen nagyon nagy előnye, meg hátránya is ennek a filmnek. Meg hát a fontosságát nem is lehet nagyon kidomborítani, mert az egyik részén ott van, hogy ez egy ilyen emlékműként is szolgál, szerintem ez a film, hogy megörökítette azt a pillanatot, amikor a magyar válogatott az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb pillanatát élte meg, amikor végre kijutottunk újra egy nagy nemzetközi tornára. És még ráadásul az azt megelőző 4 évet is megörökítette, mert a rendező azt mondta, hogy akkor ő ott szeretne lenni, és pont kifogta azt az időszakot, amikor ha valami elkezdett megváltozni a magyar válogatott körül, akkor az akkor volt. És a másik jelentősége szerintem ennek a filmnek az az, hogy szerintem jelentősen változtatott a magyar válogatott, meg a magyar válogatott labdarúgónak a percepcióján. Tehát hogyha addig az emberek azt gondolhatták, hogy hát ezek a játékosok inkább ilyen bunkó, falábú, üres fejű gyerekek, és ugye a rendező is maga mondja azt, hogy ezek nem léhűtő zsoldosok, hanem ezek lelkes katonák. És ha nem is gondoljuk szerintem ennek most így a szöges ellentétjét, de azért szerintem akkor volt az, amikor így a nagy közönség is felfedezte magának, hogy ja, egyébként ezek a csávok marhára akarnak nyerni, van ott egy csapatszellem, ami uralkodik körülöttük, és nem csak úgy vannak ott, hanem ők tényleg egyébként nagyon is küzdenek azért, hogy ott legyen a helyük. Tök jó egyébként meglátni a különböző játékosoknak az emberi oldalát, az edzőknek a gondolkodását, hogy hogyan nézte ki annak idején a folyamatok, és ebben nagyon jó tényleg az, hogy nincsenek beszélő fejek, nincsenek megrendezett jelenetek, ugyanakkor meg azért én a filmben azért többször tapasztalom, vagy többször látszódik az, hogy azért a rendező igyekezett úgy készülni, hogy itt biztosan lesz majd valami, és nyilvánvalóan itt a vágás is kellett ehhez, de ami szerintem egyébként egészen parádésan sikerült, majd mindjárt kitérünk rá, hogy konkrétan mire gondolok, néhány jelenetben, de hogy ez az azért itt, az látszódik, hogy Muhi András Pirez ugye azért a labdarúgáshoz szagolt már öltözőt, ugye ő is egyébként korábban a Ferencváros játékosa volt, csinált más jellegű labdarúgással foglalkozó dokumentumfilmet, tehát hogy olyan ember készítette ezt az anyagot, akinek azért volt rálátása a futballra is. Bőven. Ugye Muhi András Pirez a rendezője ennek a filmnek, és ő 2006-ban csinált egy Magyar Futball 91. perc című, hát az egy ilyen igazi klasszik dokumentumfilm volt. És az a korosztályos magyar labdarúgásról szólt, ahol egyébként dolgozott olyan játékosokkal, mint Guzmic, ahol pont ez volt utána az igyekezett benne, hogy akkor oké, nézzük meg évekkel később, hogy mi lesz. És egyébként tök durva belegondolni, hogy ugye itt a 2016-os kijutásról van szó. Az én fejemben 2016 az 4 éve volt, miközben meg francokat hát már mindjárt lassan 8 éve. És amikor elkezdődik ez az egész, akkor 2012 van, tehát az már több mint 10 éve, és akkor meglátod, hogy Szabics Imre még a magyar válogatottban játszik, mondom, úristen, mekkora utat tett meg ez az egész. Úgyhogy igen, és hogy a rendező
nek volt egy olyan gondolata, amivel megkereste ugye az MLS-t, amikor azt mondta, hogy nézzük meg, hogy valami változóban van, akkor nézzük meg, hogy ha valami változik, akkor ő ott szeretne lenni. És ugye felvette a kapcsolatot. Többek között a magyar válogatott akkori sajtófőnökével, Stancsik Tomával, akiben az a közös bennünk, velem, hogy nagyon nagy francia szurkerek vagyunk, és 1998-ban a francia válogatott sikerét egy szintén hasonló film övezte, vagyis hasonló filmet raktak össze, megnyerték a világbajnoki döntőt, 2 nappal később már megjelent ez a film, tehát egy ilyen vágási, vagy ilyen szerkesztési bravúr volt, hogy ott meg tudott jelenni, egy nagyon hasonló ilyen insider film. Úgyhogy Stancsik Tamás kapva kapott az alkalmat, és azt mondta, hogy persze, hát ő tudja, hogy ez miről szól. Úgyhogy tök érdekes egyébként azt látni, hogy ugye Muhi András Pirász, mint rendező, milyen korlátokat szabott magának, amikor ezt az egészet így lefektette. Tehát az egyik az volt, hogy nem akart 3 lábú állványt használni, hanem csak 1 lábút, maximum 1 lábút, amivel ugye az egész filmnek van végig egy ilyen kézikamerás jellege. Ez nyilván technikailag, de ezt szerintem te is láttad így műfajilag. Másrészt meg az volt a mondás, hogy amikor a magyar válogatotthoz került, hogy mindenhol ott lehet, de senkire nem telepek mikroportot, és az edzéseken nem lehet ki a pályára. Tehát azért ennyire nem lehet bennfentes. És ugye ő akkor kapott végig akkreditációt, meg jóváhagyást, de csak mint fényképész. Tehát, hogy amikor mondjuk lefújtak egy meccset, ő nem mehetett be a pályára, miközben ott nem tudom, mezeket cserélnek. Tehát, hogy ennyire ezt nem engedték meg. Úgyhogy emiatt aztán kicsit meg kellett hackelni a rendszert, és akkor van ez a zsák, amiben a labdákat gyűjtik, és akkor abba rejtette bele a kamerát. És akkor így ment bele ebbe az egészbe. És hát minden kapitány érdekes módon ez egy 24 percet kapott. Tehát az a 3 blokk, amit te is említettél, az 24 perces. Így jön ki ez a 72 perces adásidő, amiben benne van Egervári, Dárdai, Stork, és ki nincsen benne? Pintér Attila. Pintér Attila. Nem járult hozzá ahhoz, hogy ővel is forgassanak. Igen, amúgy szomorú egyébként, meg talán érdekes lett volna ott a váltásokat megnézni, mert ott ugye nagyon nagy ígéretek voltak, hogy mi fog történni, és ez mennyire jó lesz, de tényleg azt lehetett érezni, hogy ez mennyire jó döntés volt Stancsik Tomától, hogy ebbe belement, és mennyire jó az ötlet alapvetően, mert ez tényleg egy kicsit megelőzte a korát olyan tekintetben, hogy ez most már virágzik ez a műfaj, de akkoriban ez még oké, hogy már létezett előtte más, csak hogy nem volt egy ilyen bevált recept, hogy ez egy működőképes történet. És nyilván azért van nehéz helyzetben ilyenkor a rendező, mert hogy itt tényleg az élet írja a storyline-t, ami ebben az esetben egyébként baromi jól fut végig, és nagyon-nagyon látványos, de hogy azért, hogyha végignézzük a filmet, akkor értjük is, hogy miért alakult ez a történet így. És akkor... Igen, mert hogy ha ez a filmet így össze kéne foglalni, miről szól? Én azt mondanám, hogy ez a film ez a hatásról szól. Igen. Arról, hogy egy edző mit teremt maga körül. És hogy ott van egy Egervárinak a hatása, ami szerintem arról szól, hogy gyakorlatilag már nincsen hatás. Majd megérkezik Dárdai Pál frissen kinevezett edzőként, aki körül szinte ízik a levegő, és hirtelen megváltoztatja mindazt, szöges ellentetje annak, ami addig volt. És érkezik egy Stork, aki megint egy más személyiség, és akkor ennek nyilván most így belevetünk a részleteibe. Hát ugye a sztori úgy indul, hogy Törökországot megveri a magyar válogatott ugye 3-1-re, még a régi Puskás stadionban, és tulajdonképpen rögtön az eseményeknek a sűrű mezeibe kerülünk bele. Győzelem, egy kis öltözői megmutatás, aztán rögtön a Telki edzőközpontba találjuk magunkat, ahol a válogatott már a Románia elleni mérkőzésre készül fel, ugye akkor még Egervári Sándor irányítása alatt. Nekem végig itt az az érzésem volt, biztosan járt már bárki egy ilyen áporodott szagú, rozsdás, régi... régi, nem, egy ilyen régi irodába, tudod, ahol ilyen szivacsal bélelt az ajtónak a belső fele, és minden nagyon-nagyon régi, és van az a szag. Itt érzem az orromban most azt a szagot. Ez nem a kámfor szagú öltöző szag, igen. Nyilván. És tudom, hogy mire gondolsz. Nyilván. És ez volt az érzésem. A film első egyharmadában szinte végig ez volt az érzés, hogy itt van az a szag az orromba, ez az áporodottság. És hogy ez szerintem sokszor meg is jelent, és annak idején, mikor kijött ez a videó, azért sokan úgy írtak róla, hogy ez ami leleplezi a magyar szakmát igazából, és az edzői szakmát arról, hogy hát mekkora problémák vannak. És furcsa, de tulajdonképpen önmagát leplezi le ezekben a pillanatokban Egervári Sándor például. Tehát ahogy éppen beszél majd a románok elleni meccs előtt, hogy hát ez nem Spanyolország, vagy nem Németország az ellenfél. Ezek olyan szintű játékosok, mint ti vagytok, meg mi vagyunk, hát hajrá, ki kell menni, és igenis, ezek ellen van esélyünk, ezeket meg tudjuk nyerni, ráadásul hazai pályán, gyerünk,
És akkor még Hajnal Tamás volt a Hajnal Tamás, aki most a Ferencvárosnál dolgozik szakmai igazgatóként, ő volt a csapatnak a kapitány, és ő is azzal a szöveggel ment, vagy küldte ki a csapatot, mint csapatkapitány. Ha nem sikerül nyerni, a döntetlenül rosszabb eredménnyel nem jöhetünk ki belőle. És mennyire furcsák ezek a gondolatok, nem? És akkoriban ez még teljesen természetes volt. Hát igen, nyilván amikor itt az edzőkről beszélünk, akkor megvan az a veszély annak, hogy most egy film alapján az a 3 (30) mondat, ami elhangzik tőle, hogy az alapján deriválod, az alapján vonod le, hogy egyáltalán milyen ember, milyen edző. De azért nagyon tanulságosak ezek a kiszólások, és hogyha csak ebből kell kiindulni, akkor tényleg nagyon... Én azt mondom, hogy ezek lózungok. Tehát ezek már ilyen egy diplomatának az ilyen politikailag korrekt bágyat mondatai, amit Engelváritól jönnek ki. Ahol azt mondja, igen, hogy hát amikor a románok ellen már, románok 2-0-ra vezetnek a fél időben, és azt mondja, ilyet nem engedhetünk meg, hát picsán kell rúgni azt a labdát, hát nem hiszem el, hogy nincs egy ember, aki ezt megtenné. Majd elhangzik ugye ez a tökéletes mondat, hogy megcsinálják, az ellenfél megcsinálja azokat a történéseket, amiket nem lenne szabad. És akkor vagy az, hogy úristen. És ugye szerintem nagyon, nagyon árulkodó az, hogy Egervár is, hogy amikor az ellenfélről beszél, azt mondja, ott a 7-es játékos, a 7-es játékos, ő visszalépőre kell vigyázni. És mekkora a kontraszt akkor, amikor már Stork stábján van, és akkor ott van Késeri Gábor, ugye az akkori videó elemzője a válogatottnak. És ott van Möller, a másodedzője Storknak, és akkor együtt megbeszéljük a fél időben, hogy mi van. És akkor mutatja, hogy tudod, megállítja a képet, azt mondja, látod őt? Azt mondja, igen, forrend, azt tudom, igen. Tehát, hogy már akkor érzed ezt a fajta ilyen ellentét, hogy nem a 7-es játék, nem a 7-es, hanem forrend, hanem nem a 7-es. Tudták pontosan, hogy miről van szó. Ez nagyon egész... fontos. Ez nagyon ez fontos. Ez az egész egervári blokk után, amikor így nézed, akkor egyáltalán nem lepődsz meg azon, hogy utána jött ez a híres Szalai beszéd, amikor ugye Szalai nem játszott azokon a meccseken, vagy azon az utóbbi meccsen, majd mégis kérte azt, hogy menjen ki a sajtótájékoztatóra, és kiállt a közönség elé, és gyakorlatilag ez egy ilyen segélykiáltás volt, személyeskedés nélküli segélykiáltás, ahol elmondta azt, hogy gyerekek, nincs egy edzőnk, aki leoktatná nekünk, hogy mit kell csinálni, hanem csak ilyen lózunkokat kapunk. És hát így ért véget ez a sztori. Amikor ugye a hollandi ellen magyar válogatott kikap, akkor ugye Van Hál az, aki akkor a szövetségi kapitány, oda megy Egervárhoz, és akkor Egervári mondja neki, hogy egyébként ez volt az utolsó. És mondja a Van Hál, hogy sajnálom, biztos miattam van. És akkor állnak az Egervári körül, és azt mondja, igen, miattad van. És itt kezdődne a saját személyes felelősségvállalás szerintem. Hát ez nagyon érdekes volt. De valóban tehát az, amit szakmai szempontból le lehet szűrni igazából, akár mondjuk itt pont ez a félidei sztori. Ugye a félidőben mindig megy egy ilyen brainstorming, csak hát ez nagyon nem mindegy, hogyan van koordinálva, meg hogy milyen információkat hallasz onnan. És pont Király Gábor az, aki akkor Korcsmár Zsolttal beszélget a labda kihozatalokról. És a félidőben beszélik meg, hogy figyelj, akkor hogyha így mozogsz, akkor így mozgok, meg úgy mozogsz, akkor én így adom a labdákat. Tehát ott látszik, hogy ez nem egy ilyen koordinált történet volt, hogy figyelj, ha letámadnak minket, akkor így hozzuk ki a labdát, ha nem, akkor meg így hozzuk ki a labdát. Ezek a labdás mozgásaink, ezek a labda nélküli mozgásaink, és abból a párbeszédből lejön, hogy ilyen nem létezett akkor, hogy hogyan van a labda kihozatal. Hát nem volt, ilyen volt ilyen, hogy hogyan volt a labda kihozatal igazából. És azt lehet látni, hogy nem a vezetőedző az, aki mondja, hogy oda megy a játékosokhoz, hogy mit kell csinálni, hanem a csapatnak a húzó nevei, Király Gábor megy oda, Dzsuzsák mondja, hogy kinek mit kéne, hogyan kéne mozogni, nem Egervári Sándor. Egervári Sándor elmondja a bullshiteket, hogy jobban kell csinálni, keményen oda kell tenni, ezeket megverhetjük, ezek nem olyan jók. Miközben a konkrét taktikai dolgokat, ami javíthatna a csapat játékán, ez nem tőle hangzik el, hanem a játékosoktól. Persze, szerintem nincs baj azzal, hogyha a játékos bevonódik, és ők is előállnak tervekkel, elmondják, hogy szerintük mi a fontos, de hogy Egervári idejé, vagy blokkjánál nézve, amikor a királyi megszólnak, érzed azt, hogy ott lyukakat pótolnak ki. Ellentétben akkor, amikor már megérkezik Dárdai. És gyakorlatilag az egyik első nyitókép az, amikor tart egy edzést, és már egy ilyen aktív edzést tart, tehát már ő is résztvevő, ő is koordinálja, ő is mondja azt, akkor pontosan részletre leszabályozva, hogy akkor ki hogyan mozogjon. Szerintem itt még kicsit visszatérve itt a... Igen, ezek nagyon jó kontrasztok. Kicsit visszatérve itt a románok elleni félidőben, és most a vágást kell elmondanom. Ott ugye Hajnal mondja a románok elleni félidőben, hogy na gyerünk ki, menjünk ki. Vágás. Király Gáborral szemben áll Mutu 11-esre, és Krézi Jenő közvetített éjfél Krézi Jenő, na gyerünk. Hát, hogy ilyen apró finomságok, és az első mondat, hogy na gyerünk.
Aztán ez jó részlet, igen. Az annyira szépen összevágott sztori, és utána a következő jelenet Dzsudzsák Balázs 11-eshez készül, és ott is, gyerünk Balázs, be kell lőni, ezt mondta ifjabb nézés. Ez ugye tulajdonképpen ez a közvetítésből kivágott jelenet, közvetítés jeleneteket látunk ebben a pillanatban. Hát ténylegesen ezt hangzott el a közvetítésből, hogy a vágói munkát itt mindenképpen ki kell emelni, és nagyon sok ilyen apró fűszer finomságot lehet egyébként tapasztalni, mint ez. Ebben látszik az, hogy mennyire komoly odafigyelés volt tulajdonképpen a jelenetek szerkesztésével, ha már előre nem lehetett készülni, mint ahogy erről ugye beszéltünk. És ugye, tehát ezután a magyarországi román meccs után történik tulajdonképpen az, hogy átváltunk itt a Románia és Hollandia 8-1 és a 3-0 mérkőzéseire, hát ahol igen, a félidőben már Hollandia 4 góllal vezet, Románia pedig már a félidőben vezet, vagy nem azt hagyjam, hogy vezet, már az első percben tulajdonképpen gólt szerez itt az emlékezetes Guzmics féle hibából. És ugye ezeket a jeleneteket úgy kapjuk meg, ami szerintem borzasztóan sokkoló, főleg, hogyha valakinek vannak emlékei ezekből az időszakokból, hogy egy román gól, egy holland gól, egy holland gól, egy román gól, még egy holland gól, és így püfölik le a nézőt igazából így a föld alá, hogy úristen, hát itt az ember akkor szégyeli magát, amikor nézi itt a monitort közben, miközben figyel ezt a dokufilmet. Hát igen, hogy a rendező többször is nyilatkozta ezt, hogy ugye amikor egy ilyen sportfilmet, vagy egy focis filmet csinálsz, akkor filmnyelven szólva három kimenetel van. Ugye a győzelem, a vereség, meg a közepes sporteredmény. És az utóbbi az, amikor azt mondja, hogy rendezőként akkor vagy igazából megvágva, hogy hát akkor most mit kér ebből kihozni. Tehát nyilván amikor hullámhegyek és hullámvölgyek vannak, akkor az nagyon szépen lehet kontrasztolni egymáshoz képest, meg így párhuzamba állítani. Hát ez itt bőven megvolt. És tényleg ez az a pont, amikor azt érzed, hogy a magyar válogatott elért így a mély pontját. És hogy itt tényleg kell valami nagyon nagy változás. És itt is a félidőben mi az, ami elhangzik? Ugye a hollandok elleni meccsnek a félidejében azt mondja Egerváj Sándor, hogy 4-0-ás eredmény után, hogy megpróbálom egy picit a középpályás védekezéssel megerősíteni ezt a dolgot. Egy 8-asban nem akarok beleszaladni. És így lesz belőle az önbeteljesítő jóslat gyakorlatilag megfogalmazni. Így van, de hogy a románok elleni félidőben is ugye többet mozogjatok, amikor megkapják a Balázsék a labdát, többet mozogjatok, én nem adnám föl, én abszolút nem adnám föl, egy pontrugásban meg lehet a szépítés, és akkor onnan már mehet. Hát tulajdonképpen folyamatosan nem taktikai utasításokat kapunk, hanem motivációs beszédeket. Tehát nem segítséget kap a játékos, hanem bíztatást. Tehát, hogy ezt megkapja a szurkolóktól is általában. Tehát, hogy mi az, amit a szakma hozzá tudott itt tenni, és itt nekem az az érzésem, hogy semmit. De te emlékszel nagyjából erre a magyar válogatott időszakra? Akkor az volt a kulcskérdés a média részéről is, meg folyamatosan ezzel piszkálták Egerváry Sándort, hogy akkor egy csatáros játék, vagy két csatáros játékkal lehet számolni. Mert hogy az egy csatáros játék az azt jelenti, hogy védekező, a két csatáros játék meg azt jelenti, hogy támadó foci. Miközben egyébként, aki figyeli is a szakmát, vagy ért is, nem ezen múlik, hogy támadó egy csapat, hogy egy vagy két csatára játszik, vagy hogy védekező, hogy egy vagy két csatára játszik egy csapat. Tehát ilyen szinten volt a magyar közbeszéd a labdarúgással kapcsolatban, a média a labdarúgással kapcsolatban, és az edzői szint a labdarúgással kapcsolatban. Ami szerintem tragikus, tragikus, és ezért van az, hogy ez a film önmagát leplezi le egy kicsit a magyar szakma. Igazából 2012-3 környékén járunk, azért a magyar futball, a médiában is a szakírásnak a műfaja azért akkor kezdett csak igazán újra fellendülni, akár a blogok révén, akár olyan palírozott cikkírók révén, akik már tényleg nagyon belevetették magukat ebbe az egészbe. Jonathan Vinson könyvei is akkor kezdtek el bejönni Magyarországra. Szerintem a futball forradalmak az a 14-es VB-re jelent meg. 2012-ben lehet, hogy egy Michael Cox nevű űrge már elkezdte a saját blogját csinálni a Zonal Markingot. Tehát, hogy igen, nagyjából itt tartott a dolog. És valahol szerintem az árulkodó tényleg, hogy azt mondod, hogy akkor most azt mondja, 4-1-1, meg mit tudom. Tehát, hogy ilyen formációkról volt szó, de azt érzed, hogy az utasítások mégis valahol ilyen nagyon ilyen távolról jönnek, hogy igazából nem gyökeresednek meg, nem igazán érted, hogy miről van szó. És ugye Egervári után jött az, hogy Pintér Attila. És ez ugye szerintem ez nem csak Pintérről árulkodik ez az egész, hanem arról, hogy egy ilyen projektet mennyire nehéz átvinni. Mert hogy a rendező maga is azt mondta, hogy amikor ezt az egészet így megpróbálta átültetni,
akkor a magyar válogatottól azért jött ellenkezés. Tehát volt egy-két-három játékos is, akik azt mondták, hogy azért ők megfogalmazták így a saját aggájaikat, és azt mondta, hogy ő nem akar semmit lenyomni a torkukon. Ő elmondta azt, hogy egyébként tessék, itt volt az régi dokumentumfilmje, ő ezt szeretné folytatni, ő tényleg egy légy a falon lesz, átvitt értelemben, hogy nem fog senkit se zavarni, és ez még ment az Egervári idején, és aztán Pintér Attilánál ez valahogy felerősödött, és nem derült ki azóta sem, hogy itt a játékosok voltak azok, vagy Pintér Attila volt az, aki igazából így sorompót állított ennek. Pintér Attila állítólag azt mondta, hogy itt a játékosok voltak azok, akik felszólaltak ellene, tehát egy kicsit így áthárította a felelősséget rájuk. Miközben meg egyébként valahol ez egy ilyen jogos félelem, hogy azt mondod, hogy jó, ne zavar meg, Léci, és a belső öltözőnek egy ezt a fajta ilyen belső békéjét. És egyébként Új András Pirez mesélte ezt, hogy amikor az elején jött, akkor a játékosok azért úgy szeretik cinkelni, meg ott megrúgták labdával, nem tudom, tökön rúgták, és akkor azt mondták, hogy bocs, a kamerát céloztam, meg mit tudom én. Tehát azért volt egy kis ilyen, ez a még nem vagy beavatva típusú ilyen csoport dinamika, és hogy volt egy pillanat, amikor Bognár Ádám volt az, aki azt mondta, hogy tessék, üljünk le, nézzük meg azt a 2006-os filmedet a korosztályos magyar, vagy a korosztályos válogatottról. Befűzték, és megnézték, és nagyon sok mindenkinek tetszett. És már ezzel is egy kicsit elő tudtam megmozdítani a legitimációját a rendezőnek, és akkor már egy kicsit jobban befogadták ugye a játékosok. Pintér Attilánál ez sajnos nem tudott megvalósulni, úgyhogy emiatt kiesett az a nem tudom 8 hónapnyi időszak, amikor ő volt a szövetségi kapitány. Ami egyébként nagyon érdekes időszak volt, mert ugye Egervári volt a szerethető. Ez volt a szerethető válogatott. Emlékszel erre? Ő szerette volna, hogy az legyen, úgyhogy ilyenkor így megbrendelik, így adnak egy ilyen jelzőt a saját projektjüknek, és akkor ez a volt szerethető. A szerethető válogatott. A szerethető, és Pintér Attila ugye NB1-es bajnoki cím után ült át a válogatott élére, és azt mondta, hogy oké, nekünk tolódás kell, meg kell több válogatott tábor igazából, a hazai NB1-es játékosokkal szeretne többször összegyűlni, nyilván aki nemzetközi szinten játszik, azt nem tudják elhívni, de hogy legyenek összetartások, legyen igen, több edzés. De ő nagyjából ilyen Sebes Gusztáv mértékekben gondolkodott, mint amikor az 50-es években az aranycsapatot meg el tudták hozni mondjuk egy ilyen, nem tudom, 2 hónapra, mert hogy úgy le tudtak állni a bajnokságok. Tehát, hogy azért ez már nagyon más korszak volt, és ebbe is érződött egyfajta ilyen, nem tudom, ez a menekülési útvonal, hogy nem tudok eleget dolgozni a játékosokkal. És ugye, hát én tulajdonképpen kikapott a válogatott Észak-Írország ellen, és ugye el is küldték itt a válogatottól, ez a filmben egyébként nincsen benne, de szerintem a kronológiai mindenképpen bele kell építeni, és az MLS úgy dönt, hogy a nulla felnőtt edzői tapasztalattal rendelkezett. Tehát még egyszer mondom, Dárdai Pál ekkor nulla felnőtt edzői tapasztalattal rendelkezett, kapja meg a válogatott kispadját ugye néhány mérkőzésre. Azt hiszem, hogy 3 mérkőzés volt először a kinevezve. Egyébként azt tegyük hozzá a korrektség kedvéért, hogy ott sem lehetett rögtön forgatni a stábnak, hanem tulajdonképpen csak a második mérkőzésen kapott lehetőséget itt a stáb forgatásra. De ahogy tényleg megérkezik Dárdai Pál, azt érzed, hogy ez egy másik dimenzió. Ez egy másik szint. Igen, és érzed ezt a paradigmaváltást, ugye pont ez, hogy amit beszéltünk a percepcióról, hogy a játékosok azok lébecolnak, azok semmit nem csinálnak, nem hajtanak eléggé, és ugye ez nem a filmben jelenik meg, de ugye Dárdai Palinak volt ez nagyon híres ilyen nyitó sajtótájékoztatója, ahol leült, kirakta a PPT-t, és megmutatta azt, hogy gyerekek, én ezeket a profilokat keresem, ezt fogjuk játszani, és by the way, a magyar válogatott játékos nem motiválatlan, hanem túl motivált. Így van. És ekkor érezted azt, hogy úristen, mekkora egy ilyen paradigmaváltás jön. És ugye ez a filmben is ugye beszövődik olyan szempontból, hogy azt mondja, hogy Dárdai is ezt így megfogalmazza egy legelső ilyen értekezleteinél, hogy gyerekek, én nem akarom azt, hogy az öltözőben így üljetek, hogy fogjátok a fejeteket, és mindenki, mint az igáslói csak egy irányban, hanem nem, lazán, kellően, nyugodtan. És amikor a pályán kimegyünk, akkor megnyerni az első pár harcot. És itt érezted azt, hogy itt már a csávó már teljesen másképp közelíti meg ezt az egészet, és már sokkal profibb az egész szemlélet. Itt ugye nincs kimondva a filmben, de hogy mennyire érdekes, hogy a kamerát ugye használta itt Muhy András Pirez a rendező, és ugye oda ment, fölvett taktikai variációkat, ott volt mondjuk egy szöglet variáció fönn a fölhelyezve, hogy hogyan mozogjanak a magyar válogatott játékosok. Hogyan nézett ki az Egervári időszaka alatt? Csábi József volt akkor a másodedzője a magyar válogatottnak. Egervári kikiabál a pálya szélére, Csábi, hányan jöttek fejelni a románok? 6-an! Akkor 6-an gyertek!
És ehhez képest, bizony. Tehát hogy ehhez képest mekkora tudás van az ellenfélről, meg mennyi, mekkora rendezettség van, hogy hogyan egy pontrugás. Tehát ugye amire mondta Egerben, hogy a pontrugáson meg lehet. Igen. Tehát így mennyire más ez a szint. És itt tényleg ez, hogy ezt a túl motiváltságot, ezt a túl görcsösséget igyekezett már oldani Dárdai Pál, egyébként ugyanezt tette. Stork is ugyanezt mondta el a srácoknak, csak hogy már az öltözőben, hogy mekkora különbség van mondjuk Egervári és Dárdai között. Még egyszer mondom, akinek ebben a pillanatban nulla felnőtt edzői tapasztalata van, még egyszer mondom, nulla. Hogy cserébe már... 1 millió Bundesliga meccsre. Cserébe, igen, de világos. Csak hogy edzőként azért mégiscsak másképpen kell mozogni. A fél időben az ellenfél mozgásait magyarázza, és a hibás egyéni mozgásokat mondja el a játékosoknak. Hogy figyelj, te azt csináltad, oké, bejött, de nem ezt beszéltük meg. Ezt nem csináljuk tovább. Jó? És akkor kész. És már megy tovább. És folyamatosan azt lehet érezni, persze ilyenkor a fél időben brainstorming van a játékosok körül. De hogyan nézett ki eddig? Egervári ott állt, a játékosok úgy beszélgettek, és mindenki úgy osztotta az észt ugye a másiknak, és Király ott is felszólalt, hogy az se jó, hogyha mindenki beszél, az se jó, hogyha mindenki mondja a másiknak, hogy mit kell csinálni, az se jó. Dardenál hogyan nézett ki, úgymond a félidei brainstorming? Elmondta, hogy ki mit csinál, elmondta a csapatmozgásokat, valakinek valami, jön a meglátás, hogy itt van valami, oké, ezt majd mindjárt megnézzük is. Jön a videóelemző, itt a jelenet. Ezért nézzük meg, oké, valóban jó, erre az a megoldás, hogy te úgy mozogsz, te meg így. Érzed azt, hogy ez egy ilyen közös projekt, de akkor közben mégis van egy terv, tehát hogy amikor, és a terv az nem az, hogy 4-4-1-1, hanem az, hogy tessék, figyeljetek, tartsuk biztonságban a labdát és járassuk, mert az ellenfél mit én szűken védekezett, és akkor azt mondja, hogy ahogy Dárdai fogalmaz, ez kicsit kézilabda, kicsit futszál, de nem baj, ne legyen Bundesliga 2, amikor így vagdalkozunk, mert az nagyon nem tetszik. És ugye nyilván ezzel arra utal, hogy ha túlságosan sokat vagdalkozik a labda, akkor átmész egy ilyen transition meccsbe, ahol el fogsz fáradni. És tudtasz, hogy a játékosai nincsenek azon a szinten, hogy ebbe egy ilyen meccsbe belemenjenek. Ezért kérte tőlük azt, hogy akkor járasság egyik oldalról a másikra, mint a kézilabdában ugye az adag, vagy a labdajáratás. És ugye amikor, ahogyan bevonja az emberét, az tényleg az, hogy akkor elmondja, tessék, ez a három dolog, amire figyeljünk. Egyéb valami? És akkor Gera bedobja azt, hogy nem tudom, ott az ellenfél a jobb oldalon mit csinálta, hogy ott nem volt biztos benne, hogy a tőzsér hogyan menjen ki, és akkor leosztották az embereket, hogy figyelj, ha ők ezt csinálják, nem tudom, a Liverpool figurát, ott a hármas rotáció a jobb oldalon, akkor az hogyan védekezik le? És plusz passz, és azt érezted, hogy nem hagyja lógva a játékosokat. Nincs az, hogy bizonytalanságban tartja őket, hogy most akkor mit kell csinálnom, hanem az, hogy oké, volt egy terv, ehhez képest az ellenfél lépett valamit, akkor ahhoz alkalmazkodunk, és akkor szépen lehoztjuk ezeket a kártyákat. Igen, és itt ugye megkérdezte a játékost, oké, a táblán megnézte, megmutatta, jó, és jött a videóelemző, és megmutatták a játékosnak a jelenetet, hogy na figyelj, így, és már rögtön az van, hogy a játékos úgy ment vissza, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, nem azt mondták neki, hogy meg lehet, csináljuk, kapott valamit. Dárdainak szerintem az egyik fő erénye meg az volt, hogy tényleg reális talajra hozta az elvárásokat, és azt mondja, hogy elhangzik ez a mondat, hogy nem vagyunk elég gyorsak ez a játékhoz, gyerekek. Tehát nem gondolja többnek a saját játékosait, és pont ezáltal tud neki reális célokat kitűzni, és azt mondja, hogy figyelj, ezt a játékot tudjuk játszani, mert ezek a képességeink. És akkor majd szépen jönni fog, és akkor megtervezi szépen, és azt mondja, hogy figyeljetek, az a kettő helyzet, ami majd érkezni fog, abból valamit értékesítünk. És az elején még nem teljesen jön be, de már érzed azt, hogy a játékosok elkezdenek hinni neki, és elkezdik megvalósítani azt a fajta tervet, amit ő ott lefektetett. És ugye tulajdonképpen Dárdaitól szerintem tök jó a búcsú, ugye tudtuk, hogy csak néhány mérkőzésre tud beugrani, de ő az, aki beajánlott a szakmai igazgatónak ugye Storkot, és az utolsó jelenet az, hogy nyert a magyar válogatott Finnország ellen, Stork bejön, megölelik egymást Dárdaival, és mondják, hogy good job, vagy lehet, hogy németül beszélnek, nem tudom. És ugye az utolsó Dárdai jelenet, hogy az öltözőben megölelik egymást, és utána a Storkot kinevezik a filmben. Tehát, hogy szerintem ez is vágási szempontból egészen parádés. És tényleg ez nagyon-nagyon parádés. Nincs megbeszélve, van emóció, van hatás, és jön Stork, a Storkéra. És szerintem az is érdekes, hogy Stork hogyan kezdi itt a történetet, mert tulajdonképpen tényleg azt tapasztaljuk, hogy ő is ugyanazokra az alapokra helyezi a hangsúlyt. Ne legyünk túl motiváltak. Mindenki nagyon képes, meg lehet minden meccset, meg lehet nyerni. Igen, kiüthat egyeneságon a csapat. Igen, tényleg működ ez a történet.
senki ne legyen túlmotivált, ne legyünk görcsösek, legyünk lazák, legyünk nyugodtak. Aztán ugye Észak-Írország ellen jön a szokásos történet, hogy az utolsó pillanatban ugye gólt kap a magyar csapat, kiegyenlít Észak-Írország, biztos, hogy valószínűleg pótselejtező jön, ugye ezután van az a jelenet, amikor a sörözőben összeülnek ott a játékosok, és megnézik a Törökország-Izland meccset, ahol Törökország nyerje az utolsó pillanatokban, így biztosan pótselejtezőt játszik a magyar válogatott. Norvégiát kapta. Surprise, surprise. Ennek nem nagyon örült senki, Norvégia nagyon. Ott nagyon nagy örömködés van. Ezt talán mindenki emlékszik arra. Álomsorsolás Norvégiának! Álomsorsolás! Az körbe ment, igen. Az a videó az körbe ment, és az is egy nagyon okos rendezői döntés, hogy ezt akkor vágjuk bele. Vágjuk bele azt az örömködést abból a jelenetből a stúdióból. Igen. Ha már azt mondod, hogy rendezői döntés, ez a film ez egyébként tudod, mivel kezdődött volna? Irapuatóval. Ez volt az eredeti elképzelés, és aztán lebeszélték róla, hogy figyelj, nem, ez azért nem kell, mert ez már nagyon erős lenne, meg ugye ez a film arról szól, hogy te ott voltál bent, és végigfilmezted. Irapuatónál nem voltál ott, mert nem lehettél ott, és akkor ez hirtelen egy olyan képi anyagot teszel bele a filmek az elejébe, ami nem te vagy, amit nem te csináltál, akkor ez így nagyon kilógott volna. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon okos döntés, hogy ezt nem tette bele. De igen, ahogyan a Stork megjelenik, és ahogyan átkötik, ezt nagyon szépen, hogy akkor most ő lép a színre. Tényleg azt nézed, hogy ő egy ilyen gentlemannek az ilyen kisugárzásával érkezik, hogy ugye angolul beszél, vagy hát ja, végülis valamikor angolul, valamikor németül. Most ez igen. Így most realizálom. Igen, amikor németül beszél, akkor a Stieber Zoltán akkor fordít folyamatosan végig. Szélesi, bocsánat. De igen, de hogy egy ex-magyar válogatott labdarúgó, aki bocsánat. Szépen fordítja németről, hogy akkor mit kell érteni. De hogy érzed azt, hogy a szavai kimértek, azt, hogy egyszerűen próbálja meg ezt az egészet megfogalmazni, és hogy sokkal több ilyen affekciót próbál meg így belevinni ebbe az egész, vagy amikor Nagy Ádámon érzed azt, hogy még azért sokkal fiatalabb Nagy Ádám, és hogy ott látszik, hogy el van bizonytalanodva, ha nem is kámpicsolodva, de hogy így nem találja magát, akkor oda meg is megöleli. Amikor motiválja a csapatot, és akkor próbálja ugye összerázni őket, és akkor azt mondja, hogy gyerekek, ez a terv, és egyébként ne feledkezzünk meg, hogy volt egy ex-tagunk, aki nemrég elhunyt, és az ő emlékére, Fülöp Marcira fogunk emlékezni akkor, amikor kimegyünk a pályára. Tehát ezek szerintem egyrészt elegáns, másrészt meg okos motivációs húzások, hogy azt mondod, hogy figyelj, itt vagy te, mint kívülálló, nem is beszéled a nyelvet, tolmácsolják azt, amit mondasz, és akkor ott vagy, hogy egyébként te tudod, ki az a Fülöp Marci. És szerintem a játékosoknak is, jobban el tudta fogadtatni magát, meg jobban el tudott ezáltal menni az üzenet, és ehhez is kellett ez a fajta intelligencia, hogy ő így lépett be az öltözőbe. Az mennyire jó, hogy tulajdonképpen egy ilyen mentális rottyon van igazából a csapat, és ezt nagyon gyorsan felismeri, és hogy erre tényleg vannak ilyen-olyan módszerei. Ugye ő nem teljesen új volt itt a válogatott környéken, mert szakmai igazgatóként ugye itt dolgozott már ugye Dárdai felett igazából, és utána egyszerre végezte ezt a két munkát. Szerintem a szakmai igazgató rész egyébként az a válogatott sikerének a kárára ment, de zárója bezárva. Igazából inkább azt akarom kiemelni, hogy tényleg itt is mi az, amit tapasztalunk. Mentális ugye egy ilyen felfújás a játékosokba, és ugye taktikai eligazítás, csapatmozgások, kulcsjátékosok egyéni mozgása, szóval ezekre mind látszik, hogy nagyon oda van figyelve, és itt megint az Egervári érával kell összehasonlítani, hogy ott mi van, gyerünk, csinálni kell, és itt már csak a motivációs beszéd sokkal-sokkal erősebb is, és minőségi. És szerintem az az érdekes, hogy Stork idején vettem észre azt, hogy a magyar válogatottnál ott kezdik el egyre többen átvenni a szót. A játékosok. Mert hogy nyilván az egyik szerintem a nyelvi korlát miatt is van, hogy akkor figyelj, ami nem hangzott el, vagy amiről azt gondoljuk, hogy ez most így nem hangzott el, akkor ezt majd mi ebbe pótoljuk. Másrészt meg szerintem azt is mutatja, hogy ezt a projektet, ezt az egész munkát, ezt a magyar válogatott játékosok, ezt elkezdték ugye magukénak érezni. És amíg az Egervári az tényleg kiállt is így, ha nem is zsebretett kézzel, de hogy így állt, mint egy ilyen lecsúszott diplomata, és azt mondja, hogy gyerekek, ezt azért nem így kéne. Tehát már nincs ott semmi, már a motivációs beszéd sem működik, és a játékosok meg így csöndben hallgatják, és igazából utána már tényleg csak ilyen sajnálkozó, ilyen üres szavak hangzanak el. Storknál már azt érzed, hogy jó, gyerekek, és így mindenki kiáll, mert el akarja mondani, mert a magáénak érzi ezt az egészet, és hogy szerintem ez egy érdekes dinamika, hogy már a Dárdaival elkezdődik, és a Stork meg mintha ráerősítene erre az egészre attól, hogy nem is azt az anyanyelvet beszéli, és ezáltal is közben a játékosok is szakmailag elkezdtek hozzánőni ez az egészhez. És az volt az érdekes, ugye
Böde Dániel ott ül az egyik sarokba, és nem emlékszem ki, de hogy valaki így magyarázza neki, hogy mit mond a storktői suttogva. És tök érdekes. Tehát ez is egyébként egy nem kimondott sztori, hogy hát Böde nem beszél idegen nyelveket, de hogy ez így meg van mutatva igazából. Tehát csak egy kicsi háttértudásod van, rögtön mennyivel izgalmasabbá teszi egy ilyen 6 másodperces jelenetet a filmből. Igen, ugye a rendező összesen a 4 év alatt 90 napig forgatott, ebből összejött neki 250 órányi anyaga, ebből csinált 72 percet. És ugye kérdezték ezt, hogy miért nem vittél bele több humor, több interjút, több izét, és azt mondja, hogy mert pont ezt nem akarta, hogy azt akarta, hogy a valós értékén lássuk ezt az egészet. Nem akarta azt, hogy a kamerának szerepeljenek, nem akarta azt, hogy olyan dolgok hangozzanak el, amik igazából csak a kérdezőnek szólnak. És azt mondja, hogy egyébként meg fájó szívvel vágott ki meccseket, meg ilyen egysorosokat, mint például Böde Dánielnél, ahol állítólag volt egy ilyen jelenet, hogy a Stork így magyaráz, és azt mondja neki, hogy valamit így mond, nem érti, és akkor a Böde azt mondja, hogy ja, oké, és akkor odafordul Gerához, és azt mondja, hogy hallod, 8 nyelven, vagy 4 nyelven beszélek portugálul. az ilyen poénokat már nem tudták beletenni, mert annyi ilyen lett volna, hogy attól még teljesen szétesett volna a film, hogy akkor most átmész kicsit ilyen stand-upba, De igen, az, amit mondasz, ez totál benne volt, hogy a játékosok mennyire involválódtak ebbe az egészbe. És ugye egyszerre kapjuk meg a norvégiai pótselejtezőt, ugye a két mérkőzés itt is egybe volt vágva. Nekem ez nagyon ütött. Én alapvetően meg tudok hatódni, még most is, azokon a nagy magyar válogatott győzelmeken, amiket így átéltem, vagy emlékszem rájuk, akár a stadionból, akár a tévé előtt. És ha hiszed, ha nem, itt a könnyeimmel küszködtem. Tényleg a könnyeimmel küszködtem. Ténylegesen a könnyeimmel küszködtem. Folyamatosan, annyira, de ezek ilyen pozitív emlékkönnyek, hogy úristen, tényleg, hát azért az a gól, az nem semmi, úristen, Kleinheisler, úristen. És hogy ahogy odarohan Storkhoz a gólörömhöz. És hihetetlen, de ez engem nagyon-nagyon elvitt. Nem tudom, hogy másoknak is vannak-e ilyen érzései, de nekem ez, amikor visszanézek tényleg ilyen mérkőzéseket, vagy például most így a holnapi esélyesök top 10-re készülve is, ugye itt a Marco Rossi ére 10 legfontosabb, vagy legizgalmasabb pillanata, vagy legjobb pillanataira készültek, és ott is visszanéztünk válogatott meccseket, és ott is azért voltak ilyen érzéseim. Szóval nem tudom, hogy másnál is megvan-e, vagy csak én vagyok ennyire így rászopódva a magyar futballra. Biztosan, hát szerintem az ilyen filmek, az ilyen dokumentumfilmek, amik egy adott siker után készülnek, azok már egy év állnak a sikerrel. És azt mondod, hogy ez már a közösségi élménynek is egyfajta ilyen hozadéka. Hogy azt mondod, hogy megnézed a filmet, és visszatörnek azok az emlékek, amikor tovább jutottunk, vagy amikor az Európa bajnokság után, nem tudom, a portugál elleni meccs után, hogy az egész ország kiment az utcára és ünnepelt. Tehát, hogy ezeket mind bekapcsolják az emberben szerintem ezek a képsorok. Én, ha nem is érzékenyültem így el, de amikor a királynak volt ez a bődületesen nagy védése, még a meccs elején 0-0-nál, és akkor azt érzed, hogy oké, ez lehet, hogy a mi napunk, engem ott rázott ki a hideg, amikor azt mondom, hogy amikor egy érzed, hogy a történelem így íródik így a szemed előtt. Na, engem ez az érzés fogott el, úgyhogy nagyon kemény volt. Hát igen, de szóval ez az, hogy így nagyon felvitt engem a film. Amikor Storkot dobálták ott a játékosok, tényleg, ahogy az a nagy örömködés volt, az engem nagyon-nagyon feldobott. Egy bizonyos pontig. Megérkeztünk az öltözőbe, és mint utólag kiderült, Zsuzsák Balázs intézett oda egy élőzenét, és megszólalt a nézését, meg a járását, mindegy. És ott megszólalt ez a sztori. Az, amit addig felépítettek az előző percekben, egy 3 másodperc alatt hamuvá hullott. De teljesen így... Így teljesen eltűnt igazából, mert hogy visszaestünk egy olyan kulturális nívónak a szintjére, hát, ami mondjuk úgy, hogy az én ízlésem alatt tartózkodik. És jó, nézd, figyelj, ez nem a rendező döntés. Persze, a rendező nyilván döntés az élet, ez az élet, így van. Igen, tehát az élet ezt így írta. Itt igazából film nyelven szólva mi a lényeg, az, hogy ez a csapat ez így ünnepelte meg a sikert. Sokan belekötnek ebbe, nyilván én is, amikor meghallottam, akkor azt mondom, hogy ó, és hogy jó lett volna akár valami mást, akár teljesen mást hallani. Oké, de ugye ez az ő választásuk is, hogy itt az öröm pillanatait kell látni, hogy ez a csapat ez végre eljutott egy pontra, ahol a mondat végére a pont. És az, hogy most éppen milyen zenét hallgattak, őszintén nekem már szinte másodlagos. Mint ugyanaz, hogy sokan ugye kifogásolták azt, hogy Zsuzsák Balázs
túl sokat káromkodott ebben a filmben. Mert hogy olyan motivációs beszédeket tartott mindig, amikor ugye az edző elmondja a taktikát, ott ülnek már az öltözőben, edző általában olyankor már kivonul, és akkor általában a csapatkapitány az ugye átveszi a szót, és akkor mond három mondatot. Zsuzsák Balázs ilyenkor káromkodott, őszintén szólva engem ez egy legkevésbé sem érdekelt. Hogy túl profán ez az egész. Én nekem egyébként vannak kételjeim abban, hogy Zsuzsák Balázsnak ez a fajta ilyen vezetési, nem tudom, készségei ezek mennyire mutattak előre, mennyire ő az igazi vezér ennek az egésznek. Biztos vagyok benne, hogy egy vezér alakja volt, és egy nagyon fontos tagja ennek a válogatottnak, de szerintem ez a válogatott attól is működött, hogy ott volt Zsuzsák Balázsnak ez a fajta stílusa, hogy már a túlhajszolt, a túlmotivált, a túl emocionális állapotban lévő Zsuzsák Balázs mellett ott van egy Gera Zoltán, aki meg ezen full higgadt, tényleg azt érzed, mint egy hegyi patak, és ott van Szalai Ádám, aki szintén képes az önreflexióra, aki képes nem tudom, sokkal józanabbul megítélni ilyen helyzeteket, meg ott van Király Gábornak ez a fajta, már ilyen az a csapat bölcse. Na akkor most hadd kérdezzek valamit, ugye tényleg. És szerintem ők így működnek. De várj, ha kiragad a Zsuzsákot, akkor már kevésbé. De én nem akarom kiragadni Zsuzsákot. Zsuzsák Balázs volt ekkora csapatkapitánya a válogatottnak. De mégis, ha azt mondod, ha azok, csak azok alapján, a jelenetek alapján, amiket láttunk a filmből, kit érzel a válogatott öltözőjének, az öltöző, nem a pályán. A pályán Zsuzsák volt talán az egyik legfontosabb játékos. Talán. De az öltözőben kit érzel a legfontosabb karakternek? Érdekes, mert én a Király Gábort éreztem. De hogy nem Zsuzsák Balázst érezzük. Nem Zsuzsák Balázst érezzük. De azt mondom, hogy tök érdekes ez az öltözői dinamika, hogy azt mondod, hogy van az, aki tényleg a hangadó, aki hangosan beszél, aki kárunkodik, aki nagyon meg akarja mutatni. Tök jó, ha van egy ilyen karakter. De aztán utána a Király Gábor, alig, hogy megemelni a hangját, elmondta, hogy mi van. És amikor viszont Gera megfogalmazott valamit, arra mindenki figyelt. Tehát azt mondom, hogy több ilyen vezér alakja volt ennek a csapatnak, és szerintem tök rendben van. És erre igazán büszkék lehetünk, hogy ilyen karakterei voltak ennek a csapatnak. Csak azt mondom, hogy amikor ugye kifogásolják, hogy miért beszél csúnyán a Zsuzsák Balázs, azért, mert Zsuzsák Balázs ilyen. Az ilyen. Kész, szerintem az egyébként ezzel, hogy ő káromkodik, egy kicsit, tehát nem tudom, hogy kinek van ezzel problémája. Alapvetően mindenki káromkodik, ez valószínűleg hozzátartozik az öltözőhöz, a magyar válogatott keretében. Szerintem ezzel nincs baj. Te is káromkodsz, Krisz, én is káromkodok, Krisz. Adásban nem káromkodunk, mert hogy nem illik oda, vagy ha káromkodunk, akkor nagyon kell oda az a káromkodás. De hogy szerintem, mivel ezt tényleg az életről szól, ez egy olyan természetes történet, és annak ott van a hely, azt nem szabad egyébként onnan kivágni, és az kell is oda szerintem egy-két pillanatban az a káromkodás. Tehát, hogy egyetértek. Kárzett volna kilugozni ezt az egészet. Igen. Egyetértek teljesen. Itt ugye a film utolsó momentuma az szerintem nagyon érdekes, és ez nem biztos, hogy mindenki emlékszik erre, a norvégok öltözője átjön, és csak ennyit mond be, hogy sok sikert Franciaországban, ti voltatok a jobb csapat. És így van vége. Ez a vége igazából. Ez a vége igazából a dokumentumfilmek. Szerintem ez egy nagyon érdekes gesztus a norvégok részéről, akik tényleg ilyen, hát fellengzősen érkeztek bele ebbe a mérkőzésbe, és onnan estek le nagyon-nagyon nagyot, azóta se jutottak még ki. Igazából az Európa-bajnokságra 2024-ben sem lesznek, ott pedig már van őrünk, Hollandjuk, Ödegorjuk, szóval azért bőven vannak nagyon-nagyon jó játékosaik. Hát és itt tényleg az a felirat, amit elolvasunk itt a filmnek a végén, hogy 44 év után újra az Európa-bajnokságon láthatjuk a magyar válogatottat. Tényleg ez nagyon-nagyon érdekes volt szerintem ez az egész dokusorozat. Még itt azért a vágást én mindenképp meg kiemelném meg ezeket a nagyon okos kamera elhelyezéseket, amik igyekeztek rásegíteni a bennfentesség érzésére a nézőnek, hogy a kamerát, ugye voltak akciókamerák, amik úgy voltak elhelyezve, hogy amit már te is említettél, kapufára fölhelyezem a kamerát, oda megyek a videó megbeszélésre kicsit távol, amikor Storkel is zavart, hogy azért a kamerával menjünk most már innen, ez nem erről szól most. Tehát, hogy alapvetően ebben igyekeztek jók lenni. Meg szerintem az is jó döntés volt, amikor próbálta kiemelni azt, hogy Zsuzsák Balázs egyébként milyen technikai érzékkel rendelkezik. Amikor a zsákokban elrugdosta nagyon-nagyon messziről azokat a labdákat, azért az egy nagyon parádés volt, hogy amikor kiszóltott a kisrácnak, aki az édesapukájával jött megnézni a válogatottnak az edzését, hogy ilyen emberi oldalakat is igyekezett beletenni, hogy
hogy ténylegesen itt a Szalai és a Csuzsák között volt egy ilyen barátság, egy ilyen egészséges versengés, amikor ott tengóznak tulajdonképpen benne ott a folyosón, azt is igyekezett belevágni. Szóval szerintem ezek mind-mind nagyon, nagyon ráerősítettek arra az insider érzésre, amit a néző érez, amikor nézi ez egész dokufilmet. Adom. Szóval egy nagyon értékes film, és gondolkodtam azon, hogy ezt tényleg hova lehetne kifuttatni. Én arra gondoltam, hogy ahogyan ugye beszélünk itt nevekről és a 2016-os állapotokról, érdemes megnézni azért, hogy ki hova jutott utána. És hogy én epilógusként így direkt utána néztem, hogy ki mivel foglalkozott az után. Úgyhogy felírtam, gyorsan felsorolom. Egervári Sándor, miután menesztették, vagy lemondott, utána még nem tudott elég mélyre zuhanni, ő a Diós Győrnek lett aztán a vezetőedzője. Pintér Attila, miután a magyar válogatottan megbukott, utána kétszer volt a Mezőkövesnél, a Puskásnál, majd a harmadik kerületnél. Dárdai Pál ugye elment, majd utána ugye a Hertának lett az edzője, majd utána még kétszer lett az Herta edzője, meg ugye az ottani utánpótlás koordinátora. És ma is, a Herta edzője egyébként. Igen, és aztán ugye ott van Ben Stork, aki meg utána elment a Muskronhoz, a Brüsshöz, volt a Dac, a szlovák Dacnak az edzője, a Genk, illetve az Ajpen, tehát hogy belga alsóházi csapat. Zsuzsák Balázs ugye akkoriban, vagy hát ugye 2016 után került a Bursaspor-hoz, aztán utána Al-Wahda, Al-Ittihad, El Ain, illetve a debreceni VSC. Szalai Ádám pedig akkoriban ugye a Hoffenheim játékosa volt, aztán átkerült a Hannoverhez, majd a Mainzhoz, aztán a Baselnél végezte, és ugye akkoriban a Kispest Honvédnek, vagy a Budapest, lehet akkor még Budapest Honvéd volt, a Budapest Honvéd edzőjét úgy hívták, hogy Marco Rossi. Utána ő átkerült a Dachoz, és ugye 2018 óta a magyar válogatottnak a szövetségi kapitánya. Szóval azért ilyenkor érzed azt, hogy úristen, mennyire gyorsan pörög azért az élet meg a labdarúgásnak a kereke. És hogy szerintem az elég tanulságos volt, hogy még így is, hogy látod ezeket a tapasztalatokat, meg látod, hogy ki milyen szinten van ebben, és hát hova vitte, meg hogy hova vezetett aztán az útja. Na, értékeljük itt a filmet, és megmondom őszintén, hogy amikor én ezt először láttam a megjelenéskor, meg utána még azért abban az időszakban megnéztem jó párszor ezt a dokufilmet, akkor jobb minőségűnek tűnt, de ez talán inkább annak is köszönhető, hogy most már csak egy YouTube-on néztük vissza, ilyen 360p-s verzióban, nem full HD-ba, meg akkor nagyobb hatással volt rám, mint ma. És ez lehet, hogy ez azért érezzük ezt, mert hogy a 2006-os szint az egy jó szint volt, szerintem. De onnan sikerült még sokkal magasabbra eljutni, és hogy tulajdonképpen ma visszanézni ezeket a jelenteket, főleg az egervális részt, vagy hogy annak idején mennyivel más volt így a válogatott körüli millió, így azt érzi az ember, hogy mintha ez a 90-es évek történt volna, nem 10 évvel ezelőtt. És ezért ilyen furcsa érzésem volt így a nézése közben, de én tényleg azt tudom mondani, hogy a magyar sportdoku filmek közül nem tudom, hogy van-e jobb ennél. Nem tudom, hogy létezik-e ennél jobb. Hát ugye a rendező Muhy András Piresz ugye készített azóta egyet Szilágyi Áronnal, az Egy mindenkiért című film, ami szerintem egyébként nagyon-nagyon jó. De ugye nagyon más az egész, tehát hogy ott leköveted egyetlen egy embernek, egy sportolónak a bizonyos életszakaszát, itt azért nem 4 évig forgatott vele. Tehát hogy nagyon más, már műfajon belül is egyébként nagyon, nagyon más az egész, de szerintem az is nagyon rendben van. A rendező egyébként azóta, hát fogalmazzunk szépen, kivonult a kulturális térből, tehát hogy most már másra kezdett el foglalkozni, mindezt úgy, hogy egyébként tényleg a szakma krémjével dolgozott, például Rév Marcival, aki ugye az egyik leghíresebb magyar operatőr, producerként bedolgozott a Testről és lélekről című filmben. Tehát, hogy viszont egy nagy kaliberű figura, és még ő is úgy volt vele, hogy hát most már kifutott a maga köreit így a futball szakmán belül, úgyhogy neki ez így elég volt. Úgyhogy szerintem a még 50 perc, ez tényleg, amit mondtam az elég, ez egy olyan, mint egy emlékmű. Amire azt mondod, hogy ez 16, amit akkor csináltál, arra emlékezni fogsz. És hogyha te ezt megérte, ezt a magyar válogatott sikert, akkor ez ahhoz egy tökéletes ilyen nosztalgia koktél is lesz, mert újraélheted azokat a pillanatokat, amik ott a 2016 nyarát megelőzték, és aztán lehet, hogy egy kicsit így előszere volt annak a franciaországi Európa-bajnoki kalandnak. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, mert tényleg egy kulturális termékről van szó.